Nyílt napot tartottak szeptember 10-én az Európarkban. A repülőgép múzeum így emlékezett meg a Malév 70. évfordulójáról. Ezen a napon mindenki számára ingyenes volt a belépés, sokan ki is használták az alkalmat, hogy megtekintsék a repülőgép különlegességeket. Több mint 10 különböző típusú légijárművet lehetett kívül-belül felfedezni, ami korábban a Magyar Légitársaság kötelékében teljesített szolgálatot. A legkisebbek érdeklődését leginkább a pilótafülkék rejtelmes kapcsolói kötötték le. A pilótafülkében sok minden volt, és klassz volt ott a kilátás, és beültem a radar helyébe. A Malév születésének 70. évfordulójára két ajándékkal készült a 18. kerület. Ebből az egyik meglepetés egy Antonov 2-es gép teljes felújítása volt, amit Pesszent Lőrinc Pesszent Imre önkormányzata vállalt magára. Ugye ez az a repülőgép, ami a McDonald's cég összecsuklása után került az Aeroparknak a tulajdonába, és az önkormányzattal való együttműködés keretében lett felújítva. Ugye azt ígértük akkor a nagy lakossági felháborodásra, hogy lesz olyan repülőgép a kerületben, illetve ezt a repülőgépet is megőrizzük az utókor számára, hogy a gyerekek meg tudják nézni és ki tudják próbálni. Tehát örömmel mondhatjuk, hogy most ez az A2-es repülőgép elkészült, sokkal autentikusabb, tehát nem a McDonald's bordósárga felségi jeleit viseli, hanem azokat a dolgokat tudja megmutatni az embereknek, ahogyan kinézett mondjuk 30 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Légiközlekedési Vállalat repülőgépe. A másik ajándékot a 4 légcsavaros IL-18-as repülőgép testében lehetett megtekinteni. A Tomori Lajos Múzeum helytörténészei által évek óta összegyűjtött malévos tárgyakat ebben a csaknem 60 éves gépben állították ki. Egyfelől egy kis malév történetet kapnak, hiszen a retro kis repülőgép maketteken láthatjuk, hogy milyen típusú gépekkel repültek. Kapunk egy kis ízelítőt Rácz Elemér munkásságából, aki ugye a Magyar Repüléstervezés a BME tanszékének vezetője, számtalan nemzetközi díj és nemzetközi szervezet tagja, az ő életművéből láthatunk egy picit, és utána megidézzük ennek az IL-18-as az életét, hiszen részben teherszállítóként, részben személyszállítóként működött a gép. Az Európark nyílt napján, aki türelmes volt, az részt vehetett egy kis nosztalgia kocsikázáson is. Erre egy 35 éves Warburg és egy hasonló korú Lada kombi állt a rendelkezésre.